parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell. A Millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek! Nos, Bodnár Martinnal, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötőjével nézzük át, hogy mi az, ami izgalmas lehet így a hét első napján. Szia, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, mit hoztál nekünk? Milyen híreid vannak, infóid? Hát előző hétről abban kezdenék, hogy ugye volt ez a Jackson Hole konferencia. Igen, igen, amit mindenki nagyon várt, aztán végül is nem lett belőle. Hát illetve lehet, az látszik végül is a tőzsdei teljesítmény, mindenki föllélegzett. Igen, emelkedtünk rá igazából. Mindenki ugye mindig azt gondolta, hogy már elkezdődik az programok, hogy elkezdik leépíteni ezt a kötvényvásárlási programot. Ennek ellenére az úgyra ment. Mert ugye Powell, a jegybank elnök kijelentette, hogy a Fed továbbra se siet egyébként azért a kamatemeléssel, viszont idén meg fogja kezdeni az úgynevezett taperinget, tehát hogy leépíti ezt a kötvényvásárlási programot, csak ugye sokan már azt gondolták, hogy ez most már most megkezdődhet, de ezen még tolnak, feltehetőleg ez össze fog erre sor kerülni. Ez ugye azt fogja jelenteni, hogy kevesebb pénz fog érkezni a gazdaságba, ez azért okozhat a részvénypiaci korrekciót, erről is rengeteg cikk keletkezik most már, és tudta még, hogy más program leépítése nem feltétlenül azt jelenti, hogy automatikusan elkezdenek kamatot emelni. Tehát, hogy azért ez még nem idén fog megtörténni semennyire, azt mondja, hogy ez a kamatemelés, hanem ez a későbbiekben. Tehát ezzel jó darabig el lesznek, amikor a kötvénymásárlási programot elkezdik csonkolni, csökkenteni, ugye? Pontosan, igen. Egyébként még az volt érdekes, hogy ott a bejelentés hatására ugye a dollár elkezdett gyendülni, az arany erősödött, ez ugye papírforma volt, de a kriptok is elkezdtek erősödni, tehát kicsit úgy viselkedtek, mint az arany, és itt érdemes megemlíteni azt is, hogy azért elkezdenek felhalmozni kriptot egyre többen, például a Morgan Stanley, befektetési banki óriás, már a legnagyobb, második legnagyobb tulajdonos a világ legnagyobb bitcoin trustjába, ebbe a Grayscale bitcoin trustba, 240 millió dolláros részesedése van benne, úgyhogy júniusban még csak 800 ezer dolláros részesedése volt benne. Uh-huh. Tehát azért elkezdett elég szépen rávásárolni. Egyébként a legnagyobb tulajdonos ebbe a trustba hírhet Katie Woods, a féle ARK befektetési Igen. alap, 350 milliós értékben. Tehát azért kezdenek intézmények is elég szépen fel. Igen, én magáról a legnagyobb kriptotőzsdéről, a Coinbase-ről olvastam, hogy ők meg Ethereum-ot vesznek ezen a dollar averaging cost módszerrel, hogy a minden eredményükből lecsípnek 10%-ot, és azt automatikusan Ethereum vásárlásra költik, a fél milliárd dollár értékben tervezik ezt. Igen, tehát hogy hosszabb távú potenciál Aha. látnak ezek a cégek, és ugye ez szokott egyébként különböző lökéshullámot adni a kisbefektetőknek is, mert ugye ők is kapva kapnak az alkalmon ilyenkor, hogy látják, hogy vannak nagyok, akiket még követni is lehet. Úgyhogy ez általában pozitív szokott lenni a kriptopiacnak. Utána még egy érdekes hír, itt viszont egy kicsit átérnék az olajgáz szektorra, és egy nagy furcsa megközelítésből, mert ugye Amerikában itt június elejétől november végéig a hurrikán van, és ugye most Louisianát a hurrikán most eléggé tépázza, tehát eléggé, hogy mondjam, ott a mexikói öbölbe tartózkodik, és elég erős fokozatra kapcsolt. Ugye egyébként ez egy 4-es erősségű, körülbelül ilyen 250 km/h hurrikán, és itt azt kell tudni, hogy 17%-a az amerikai olajkitermelésnek itt ebbe a régióban, tényleg, és most itt a tengeri olajkitermelő cég 95%-kal csökkentették a működést ebbe a régióba, és itt a gázfinomítók közül is rengeteg lát Louisianába. Itt az ExxonMobil, Phillips 66, Marathon Petroleum, rengeteg cég likvidálta, vagy evakuálta az embereit a különböző fúrótornyokból, meg kitermelőfinomítókból. Úgyhogy ez eléggé erősen érint itt a régiót, és már lehet látni egyébként egy olajár növekedést is, konkrétan ebbe egy 3%-os növekedést itt a régióba. Uh-huh. Ez is érdekes.
És még megemlíteném így a végén, azért mert a jelentési szezon legvégéhez közeledik, mert csak egy-egy jelentő van, hogy itt a Zoom Video is most fogja a Q2-es számait publikálni. Ugye ez az a cég, aki a pandémia során óriásit kaszált, ugye ebben a videokommunikációs platformjával. És rendszer csinál folyamatosan egyébként ez a cég abból, hogy jobbnál jobbakat jelent, mint az elemzői várakozás. Előző negyedévben is túlteljesítette a várakozásokat, ott például sikerült megerősíteni és még felhasználó bázisát növelnie, annak ellenére, hogy egyébként nyögül, enyhül ez a pandémiás nyomás 87%-kal, bevételeik 191%-kal nőttek, tehát hogy azért nagyon szép növekedés produkált. Ebben a negyedében azért gyengébbet várnak tőle, mert ugye most már rengetegen azért visszaállnak, akinek kötelező visszaállnia, tehát hogy azért nem lehet örökre fenntartani ezt a pörgést, itt már 49%-os növekedést várnak, a árbevétel növekedést várnak, és ugye az is egy nagyon fontos tényező itt ebbe az egészben, hogy erős konkurencia is azért szorongatja a céget, és úgy szokták mondani, hogy ez a cég azért itt harcot folytat az idővel, hogy minél gyorsabban ugye diverzifikálni tudjon termékszinten, tehát át tudjon lépni egy picit más irányokba, és ezért is történt egy ilyen felvásárlás, egy Five9 nevezetű céget, ez egy ilyen felhő alapú ügyfélkapcsolati központot vásárolt fel $14.7 milliárd részvénytranzakció keretein belül. Ebben fogja erősíteni egyébként a cég, azért vásárolta fel, hogy a vállalati ügyfél szegmensét, be a pozícióját a Zoom, és a jelentésnél nagyon kíváncsiak lesznek a befektetők, hogy van egy ilyen ütemterv minden felvásárlásnál, hogy tudják-e tartani ezt az ütemtervet, mert azt mondták a menedzsment, hogy 2022 első felére teljesen megtörténhet ez az akvizíció, úgyhogy nagyon kíváncsian fogják várni ezt a befektetők. Még az részvény árfolyamáról annyit mondanék, hogy idén egyébként szinte ugyanott van, mint január legelején, annak ellenére, hogy azért voltak benne szép kilengések magába a cégnek a zárfolyamába, de azért 2020-hoz képest 400%-os pluszba van, és ez azt jelenti, hogy ilyen 100 milliárdos piaci kapitalizációval rendelkezik, az meg majdnem akkora, mint a Deutsche Telekom. Tehát azért be van rendesen árazva. Igen, oké, hát nagyon szépen köszönjük, Martin, akkor ezekkel az infókkal a zsebben várjuk a nyitást a héten. Köszi szépen, jó munkát, jó kereskedést! Köszi nektek is, sziasztok! Szia! Bodnár Martin, az Erste befektetési ZRT USA Desk üzletkötője hozott nekünk pár értékes infót, sztorit. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Írtok-e hallgatók? Hát a hollandok kárára nagyon sok mindent írtak a kedves hallgatók, ahol például írják azt, hogy még bolygót is neveztek el róluk, a bolygó Hollandit. Oh. Illetve a holland nyelvről annyit, hogy sok évig dolgoztam a híres holland sörgyárnak, ismerősöm holland IT fejlesztő cégnek, a mostani főnököm is holland származású. Az üzleti életben sokszor maguk közt is angolul beszélnek, mert annyira ronda a nyelvük, és annyira nem szeretik ők sem. Hát... És szerintem, nem tudom, aki benne van, tehát a saját nyelved, nem tudod úgy értékelni, hogy az ronda. Hát azt használod, abban élsz, hát nem tudom, de... Én lengyelekkel beszéltem hosszasan, ők meg finnekkel, ők nagyon mekegősnek tartják például a magyart, a sok elbetű nélkül. Ha így vesszük egy mekegős nyelv, akkor te is azt mondod, hogy hát nem szép nyelv, igen, ami így mekeg. Viszont beszélni meg, igen, használni meg szeretem, és aztán nem gondolnám, hogy... Nem értitek a holland néplelket. Olyan szinten sóherek, hogy abban nyilván nem bukik bele egy miniszterelnök, hogyha valakit megölnek, de abban, ha 2 eurocenttel több adót kell fizetni, na az tuti. A szociális bérlakások sem azért vannak, mert annyira érzékenek, hanem azért, hogy ne legyenek hajléktalanok az utcán, és nincsenek is. Amúgy a bérlakásokért elég kemény összegeket kell fizetni, és a putri kifejezés nem érje le rendesen azokat az állapotokat, amik ezekben a lakásokban vannak. Adózási példát is írok, nekem a munkáltatom nem engedte, hogy egy lakcímet regisztráljak. Ennek az volt az oka, hogy így ebben a formában fel lehetett venni a munkában járásért járó adókedvezményt. Ergo papíron én minden egyes napon Magyarországról a hollandiai munkahelyemre ingáztam. Ez nyilván vicc, akkor kezdett kevéssé humoros lenni, mikor házi orvosra lett volna szükségem, lakcím regisztráció nélkül, úgyhogy egyik házi orvos sem akart megvizsgálni. Papíron volt erre lehetőség, de annyira tele voltak, a régi betegeiket is alig bírták ellátni, szóval nem foglalkoztattak egy lakcím nélkül, vagy nem foglalkoztak egy lakcím nélküli külföldivel, szóval vannak ott visszásságok bőven.
Hát minden jel azt mutatja itt a szakértői beszélgetések és a hallgatói üzenetek is. Schmidt Andi jön a hírekkel, aztán jövünk vissza. Ezt is beharangoztuk már, hogy az órát Mihálovics gazdával indítjuk, és a juhtenyésztés helyzete Magyarországon is. Mert a Brexit miatt, mint igen, hogyha... Igen, mint hogyha nagy jó lenne az ágazatnak. Igen, erről fogunk Kukovics Sándorral, a Ju Terméktanács elnökével váltani pár szót. Műsorunkban termék megjelenítést hallhat.